szól az óta. A Szankó Ildikónak, Svecián, sok szeretettel küldje a férje, a Roland, a 26. születésnapjára, és a gyermekeit, a Nócika, a Raulka, a Ketrinke, és a Brianka. Köszönti még a Kobánét, az Eszti, a két sógorot, a Dezsi, a Krisztián, és a húgod a Marian, a pósod a Dezső, és az anyósod, és még a Jászmink, a Tami Baktalé, a Mián, a Szián. Ajkad az ajkamhoz, hoppá! Te vagy a galambó, a Roland mondja, te vagy az asszonyó, az Ildikónak, te vagy a boldogságó. Miért kell mindig a szívnek fájnia? Miért kell mindig a szemnek sírnia? Ha nem vagy mellettem, úgy érzem, nincs életem, mert szeretlek, szeretlek, szeretlek. Ez az? Zsaptára mingém. Hopp, csere! Kodnéken kuricsinak élem. Ez az? Kodnéken kuricsinak élem. Eri a szuntoté, a Roland mondja, Petrobus, puro hílo te duká, speciálisan, Petrobus, az Ildikónak, a 26. születésnapjára, és a gyermekei, kilákámá, ez az, lákámá, gyere, lákámá, mikor két édes, ez az, egymástól elvál, a Roland mondja, még az édes méz is keserűvé válik. Miért kell mindig a szívnek fájnia? Miért kell mindig a szemnek sírnia? Ha nem vagy mellettem, úgy érzem, nincs életem, mert szeretlek, szeretlek. Az Ildikónak speciálisan, drága szép családjától. Ez az? Petrobus, puro hílo te duká. A férjed mondja a Roland. Petrobus, a gyermekeid, a Nócika, a Rauka, a Ketrinke, és a Brianka, Tami Baktalé, és az egész család. Ahogy a Nóca mondja, látom már.